arról van szó. Na, oké. Nézzük meg ezt a Dead Rising 4-et, srácok, mert nem vagyok benne biztos, hogy most már az új videókártyával is problémáink lennének. El is indítottam közben a gémet. Nézzük meg a játék felvételnél. Most jön be. Oké. Puff papis? Az micsoda az a puff papis? Szóljatok, hogyha valami nagyon szar lesz, jó? A V-Sync ki van kapcsolva. Very high-on van a legtöbb dolog egyébként, csak a V-Sync van letolva. Én szeretnék egy olyat, hogy nem Borderless-be vagyunk, hanem akkor megyünk full screenbe. Nyomjunk egy new game-et most már tényleg. Hardon, persze. Mehet maxra minden? Hát azért még nem vagyok benne annyira biztos. A múltkor emlékszel rá, hogy mi lett a vége. Pop Daddy. Nem vágom, tökre. Úgy srácok, szóljatok kérlek azonnal, hogyha valami szart láttok, akadozna. Pufferel, nem itt tudom én, ami csak lehet. Jó, hangerő szar, mindenre is kíváncsi vagyok. Nekem megy, akkor neked is menni fog. Jó van, kíváncsi leszek a 2070-es Rockstrix mit művel. Egyőre úgy látom, hogy minden szuper. Na nem mondod, hogy játszani fogunk ezzel a játékkal, mert akkor magam elászarok. Már bocsánat. Az igencsak menő lenne azért. Mekkora királyság. Na jó, akkor most már csak egyetlen egy nagy problémánk lehet. Az igen. Egyetlen egy nagy problémánk lehet még, és az pedig az, hogyha a játéknak előjönnek a régi bugjai, és tényleg elkezd kilépegetni. Nagyon király. Nagyon király! Imádom! Na most mi lesz? Pelenkát vettél már? Úgy srácok, hogyha ez menni fog, akkor a hentelés egy új szintre lép itt nálunk a csatornán. Mekkora istentelen király, hogy szétvered a zombikon. Oh wow! Oh my god, oda nézd! Ott mennyien vannak? Azonnal be akarok oda menni. Az igen! Wow! Wow! Mekkora grindelés, hentelés, farmolás zajlik. Kurva jó. Hoppá, közben úgy látom, hogy nem maradt több fegyverünk. Spuri! Oh, nice! Tetszik! Mehetünk fel. Okay, let's fight. Ez megint egy másik fajta fegyver. Jó felé megyek? Nem. Hogyan tudnék a kettes számú fegyverre váltani? Oh, wait, van nálam gránát. Még van benne 8 skúló. Miért nem találom el ezeket, akik itt állnak szemben? Jó, addig jó.
Ó, nem mondod, hogy M4A1-el is lehetsz. És ott van a Boomhammer a kezünkben. Wow! Mekkora királyság! Jó, nem igazán tűnnek el a frame-ek egyébként, azt látom, hogy teljesen jó. Na, itt mi történik? Az bajosnak tűnt amúgy. Pont ezt csinálnám a főnökeimmel, az igen. Keres minket, Vic Chu! Azt kérdezi tőlünk, hogy felkészültél már, öreg ember. Na jó, hát akkor ez... Szerintem egy játszható játék. Egy kicsit nézzünk már bele, hogy mégis... milyen lesz itt az elején. Hogyha jól emlékszem, valami olyasmi volt. Itt egyébként kapásból ki is dobott minket a játék. Na, most arról mesél, hogy egy medált kapott volna az elnöktől. Ment volna, hogy kezet fogjon vele, de elbukott és nyakon vágta gyakorlatilag. Ha most baszogatja, hogy ilyen tabloid újságírónak kellett volna mennie a csajnak. Nem tudom, mi az, hogy tabloid újságírás, ez micsoda? Tudja valaki? Egy érzékeny pontjára tapintott a csajnak, úgy tűnik. Hallgassuk meg, hogy mit akar mondani a csaj. Azt mondta neki, a kis csaj minigolfozni, mennek így vette rá, hogy eljöjjön. Aha, kapott valami füles szerintem, hogy itt egy titkos katonai bázis van. És illegális tudományos kísérleteket folytatnak. De hát ugye... A csávó, akinek nem jut eszembe a neve hirtelen, azt mondja, hogy nem megyünk oda, és fordíts vissza azon a kocsit. Eddig azt mondja, mielőtt elkezdődne a sikoltozás. Nem akar visszamenni egy olyan típusú helyre, ahol már a csávó gondolom, hogy volt az előző részekben. Ezt tanította a csajszínak legalábbis. És még a kameránkat is elhozta, milyen rendes. Emberi kísérletek, egy elhagyatott rakéta silóban. Emberi testeket visznek kifelé. Zsákokban és befelé is egyaránt. Könyörög nekünk a csaj, hogy menjünk már oda. Végül is beadjuk a derekunkat, azt mondjuk, hogy csak akkor, hogyha mi vezetünk. Csaj Sierra azt mondja, hogy meg a lófaszt, mert ez az én kocsim. Hát ez nem jött össze, kis csaj. És már lüvölt is a kocsiban a Count 10-e. Játszunk ezzel egy picit, nézzük meg, hogy kifagyna-e. Szokott lenni egy ilyen crash a játékban sajnos, ami már egy régóta tapasztalt probléma. Nagyon sokan panaszkodnak rá, hogy mi az, hogy még mindig nem javították ki ezt a bugot. Szeretném, hogyha ez most nem jelenne meg. Mert ez azt jelenti, hogy végig tudnánk vinni, és az, úristen, az nagyon jó lenne. Egy igazi jó zombi hentelős játék végre. Ez a misztorink azért van itt a kis csaj, hogy tanuljon. Azért vagy itt, hogy most megnéz, hogy egy igazi oknyomozó riporter, vagy újságíró végezze a dolgát. Azt mondta neki a forrás, hogy itt illegális emberi kísérletek vannak, úgyhogy lehet, hogy lesz lent olyan dolog, amit nem akar a kis csaj látni. Úgyhogy csak bukjon le szépen. Megszerezzük a sztorit, és utána ki is jövünk. Jó, tartjuk szem előtt a Price. Hát nem kaptunk ökölpacsit. Kis csajnál viszont van egy pisztoly. Fogjuk-e használni?
Vajon mi lesz itt bent? Itt szokott általában elakadni először a game. Szóljátok, hogyha bármi problémát találtok benne. Most 1080p-ben megy és Full HD-ben, úgyhogy remélem, hogy nem lesz vele gáz. Keressük meg a keycardot. Ez nem volt nehéz. Már jártunk egyszer. Azt mondja, hogy ez F6-tal? Haver, F6-tal? Blueprintjeink is vannak? Értem. Kombó fegyverek. Ja, hogy... Aha, megállok a harc közepén, és átalakítom a fegyvereimet valami durvává. Jó. Melyik gombát tudok... snake-elni? C-vel, bocs. Oké, ott már vannak őrök. Jobbra nem mehetünk, akkor elmegyünk balra. Mit fogunk ezzel csinálni? Egy is kaptuk egyből a csávót. Belutat a közben? Mi a helyzet veletek? Azt kérdezi kis csaj, hogy megöltük-e? Nem, nem, csak alszik. Hát kíváncsi vagyok, hogy ez igaz-e. Bármi van itt, nem megyünk el anélkül, ezt megígérem. Használni kellene a kameránkat. Még nem aludtatok be, jól van, helyes, helyes. F6 tutorial, az nem a V betű volt, de igen. Jó. És erre selfie-zhetnék? Na ne csináld. V betű kikapcs. És akkor így kéne beállnom? Na de, what? Nem jó. Hát úgy szeretném, hogy a csajsz is benne legyen. És még gyakér arckifejezéseket is tudnék ugye bevágni valószínűleg. A VHD-vel? Istenem. Istenem, te mi a fasz? Oké. Franko, mehetünk. Tehát minden dokumentálnom kell, mert én egy újságíró vagyok. Gondolom, aki már túl van mindenféle rosszaságon. Itt a zombikkal az előző részek alapján. Fotózzak, azt mondják. Horror és dráma. Így néz ki a hely. Oké, hát ez itt elég drámai. És mit csinálnak velük? És miért kell egyáltalán fotóznom ennyit vajon? Az egy zombi? Igen, úgy tűnik, hogy zombikat hajtanak itt az emberek. Ezt ki is nyitjuk. Menjünk és találjuk, hogy mi történik itt ezen a létesítményen. Itt valami baj lesz. Én zombikat hallok. Ki van a kapcsolva a kamerák? A kontaktunk valószínűleg kikapcsolhatta. Ó, Istenem, nyilvánvaló kapitány, persze, hogy szeparálódunk. Minden horror játékban kell egy ilyen... Ja, már egyből a zombi is jön. Menjünk rá, csicskítsuk meg! Na ne basszál! Csávó is ugyanazt mondta! Oké, nyissuk ki, mi van ott bent? Ez mi? Egy nagy... kulcs. Oké, szedtem fel mindenféle healing cuccot, bár nem tudom, hogy kell őket használni. Egyesével fogja kinyitni az ajtókat. Bal oldali nyílik először. Hopp, még mindig van kettő, jól van. Nice. Jön a következő, találok itt bent valamit? A HP-bat azért feljebb nyomnám. Oké,
Egy kicsit úgy érzem magam, mint a Bloodborne-ban így a Bloodborne után, de azért valahogy mégsem. Meghalt minden? Igen. Hogy tudnám healelni magam? Ja, az F betűvel. Oké. Okay. Jó, szereztünk még egy fegyvert. Az mi? Egy electric pole. Azt mondja, hogy a weapon inventory a 3-as kell nyomni a ranged weaponökhöz, a 2-est a melee weaponökhöz, az 1-es pedig ahhoz, hogy az eldobható fegyvereink jöjjenek elő. Gyors swappal csak nyomogatni kell őket. Aha, eldobni a backspace-szel tudok. Hát Jézusom, az nagyon nem esik kézre azért a backspace. Na jó. Azt a vizet ad ide. Mehet, persze. Ready vagyok, mint az állat. Gyerünk. És most mindet meg kell ölnöm vajon? Oké, okay, ez király volt. Nice! Ez tetszett, ez jó volt. Az még fel kell? Az már nem nagyon, de ez még igen. Hát, hogyha rajta állsz, akkor hogy állsznál? Oké. Okay. Kicsit híleljük magunkat. 100 HP-t visszaraktunk. Lejön a kis csaj. Megsemmisítést végzed a vinyúdon lévő emlékeken. Ez nagyon szomorúan hangzik, hallod? És az kell? Az 40 év múlva nem lesz még jó emlék. Vagy ők voltak, vagy én. Megmagyaráztuk a kis csajnak, hogy miért tettük ezt. Jó van, neked kell érezned. Ó, ott van valami labor. Ide szerintem be is megyünk. Az F2-vel jönnek az új skillek elő. Ja, hogy ilyen nem is van. Van egy skill pontom. Oda nézz már. És ez micsoda? Alacsony HP-nál lassú HP regeneráció jön elő. Az nem hülyeség. Lövöldözni nem tudom, hogy akarok-e majd. Inkább mélében nyomnám végig. Ez mi? Aha. Ez nem értem. Micsoda? Hogy az itemek a földön... A crafting attempteknél létrejöhetnek. Nyomd az E-t, hogy kompozd az itemeket az inventoridban, az itemekkel, amik a földön vannak. Jó, ez most nem lesz, ez most nem kell. Inkább legyen a lassú. Várjál, és mi volt az első brawlingban? Kritikál hiteket nyitja ki? Hát, hogy a viharban ezt szeretném? Add ide! A persze, hogy kell. 250 giga törlés, az brutálisan sok. De milyen házi pornó exekkel? Oké, okay, menjen közben, ezt jó lenne, hogyha lefotóznánk. Itt is van valami. Ja, hogy itt a negyedik részre már létezik egy vakcina a zombizmus ellen. Ja, hogy olyan típusú emlékek, értem. Hát az úgy persze, az semmi. Gondolom mémek meg ilyesmi. Mert a kis csaj is, hagy örüljön. Na, azt ki is nyithatjuk egyből. Mi lesz itt még bent? Hú, hát ezt a játékot végig kell játszani, az biztos. Fejfájás csillapító. Jaj, beszélj, aha. Night Vision Filter? Ilyenünk is van, de menő. Kisozzi 97, üdvözöllek itt nálunk a vészkórusban. Nagyon szépen köszönöm a követést. Azt hiszem, hogy már csak 4 kell a 400-hoz, de kínálj arc vagy. Ne felejtsd el a jelmondatunkat, hogyha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Ciao, üdvözöllek. Mi a helyzet, hogy vagy?
Ezt megnyomogatjuk. This is some kind of surveillance room. Come on, let's take a look. Physically, she's symptom free. Now, that's a big improvement. Otherwise, tünetmentes. Amúgy meg nem történt változás. We're not improving the treatment, we're perfecting it. What the client is expecting. Oh. This is the type of project that megrendelésre csinálják ezt a projektet. Tökéletesíteni akarják itt a látottakat. Ó, ezt sem tudtam elolvasni, bocsánat. Itt valami nem jó zajlik. Mi van itt, kérem szépen? Hát zombikat gyilkolunk majd innentől kezdve, én úgy érzem, éjfél van. Zombikon kísérleteznek, bebörtönzik őket, de miért? Megfigyelésért, próbálnak valamit előállítani. Megállítjuk ezeket a faszokat, ugye? Megszervezzük a sztorit, aztán megyünk el, kifizetnek. Ezt csináljuk mi, riporterek. Vagyis egy újságíró, bocsánat. Miért mondok mindig riportert az újságíró helyére? Hát remélem, hogy vicces lesz. Legjobb hentelős játék ever? Úristen, hát én nagyon remélem, hogy tényleg igazatok lesz. Hogy mi? Hogy itt izé rá tudok közelíteni, és akkor mit csinálja? Mi? Nem az F2-vel, elnézést. Aha! De menő. Az új lenyomatokat megfigyeljük rajta, királyság. Oké. Itt mi történik? Nem, képzeld el, hogy még egyikkel sem. Még a hármon, még talán a hárommal játszottam Xbox 360-on, nem tudom már, vagy 4-5 évvel ezelőtt. És az nagyon olyan volt, hogy bementem, és nem volt semmi fegyverem, úgyhogy folyton megöltek az elején, és aztán el is könyveltem, hogy ez egy szarjáték, ez egy hülyeség. És aztán most mondták nekem ezt a negyedik részt, hogy próbáljuk már ki. Nézd meg ezt a csajt, ő szemben. Na jó, akkor dobjunk be valami... csalit? Aha, értem. Ott ment ki egy hatalmas marha lábszár. Zombostul. És most, hogy ott áll, purge-öljük. Elégetjük, ugye? De elám. Most elég vagy nem? El. Hát... most nem tudom, hogy elégette. Nem nagyon. Ki akar izé barbecue-zni? Ki akar grillezni? Menjünk be? Nem, meghalt az. Jó van, csak lassan. Nem érdekel, mi történik ezekkel az emberekkel, ugye? Én mindig azt látogatja a csávó, hogy csak szerezzük meg azt, amiért jöttünk, aztán takarodjunk el. Hey, ez komoly szituáció itt. Túl messze vagyunk a klútól? Ja, hogy ez lesz. Aha, ezek itt DNS minták, hogyha megnézitek őket. Ezt még az egyetemről ismerem. Azaz, igen. DNS teszt eredmények. Egy kis csaj is legyen ott a háttérben, jó? Így, hogy alternatív vision mód? Hát dehogy, night visionben? Vagy hogy gondolta? Spektrum, na várja, ott van valami, az mi? Van valami soft drinkünk. Igen, tudom, hogy kell a fotó, mindjárt, várjál. Tedd ki. Oh, wait. Híleljük fel magunkat maxra, vegyük fel. Megint felhílelhetném magam maxra, azt felvetném. És... ja, hogy itt van egy ilyen tartály, nézd. Aha, értem már. Oh shit, hát benne van egy ember. Szegény. Te, hallod, Peti, te miért dokumentálsz ennyire erősen minden? Ha szabad ilyet kérdezni. I'm not going anywhere.
Nem megyek sehova innen. A porig fogom égetni ezt a helyet, mondja a kis csaj. Van ott bent valaki, aki sír. Megszereztünk mindent, ami kell, menjünk már! Mit csinálsz? Kérdezi a csávó. De Vic hajthatatlan, és bemegy, megkeresi azt a nőt, aki így sírdogál. Vízipipázom, igen, igen, igen. Mindig. A csatornának egy szerves része a vízipipa. 12 éve nagy hobbim már. Elég fasz, hogy lefotóztuk, azt mondja. Ne, megöli a csaj. Teljesen elszállt az agya. Ja, hogy te összevagdosod, ez menő. Akkor most számít csak arra, hogy nálunk is ilyeneket fogsz csinálni. Most akkor óvatosabban fogok beszélni. Teljesen ki van fordulva magával a kis csaj. Okay. Ha nem tudod kivonni magad ebből a feladatból, akkor el kéne takarodnod innen. A katonák megérkeztek közben. Találnunk egy utat kifelé. Hát ez úgy látom, hogy zombikkal lesz tarkítva ez az út. Blueprintekkel tudnék csinálni fegyvereket, értem. Oh, az nice! F3. Csináljunk egy ilyet. Tudok ilyet csinálni? Hát nem hiszem. Vagy a C betű? Várj, nem, nope, nem, nope. Most azért, mert az ott van, attól még nem lett nekem sokkal jobb. Ja, hogy ezeket fel kéne vennem? Aha, ott egy sledgehammer. Na most már meg tudnám viszont csinálni. Az F3 gombbal. Most rakjuk össze éppen. És ott van! Hallod, gránátokat szereltem? Ne! Ne csináld, hogy gránátokat szereltem a samunak a végére. És ez most hogy lesz? Ó, azt a mindenit. Ezt gondolom, hogy csak együttéses lesz, ugye? Nem, megy ez, megy ez. Oké. Okay. Eddig minden fassa. Csak el ne törjön. Még egy skill pontot szereztünk. Kint még azért vannak jócskán. Az jó volt, eléggé. Eltört. A szarabik rész azt hiszem, hogy most fog következni. Vágom, Peti, vágom, értelek, persze. Nincs benn fegyver? Nincs. Nagyon király. Az ott mi? Egy macséta? Azonnal, flash. Mindent is szét akarunk hentelni. Hát, mekkora király! Jó, azt hiszem, hogy itt még vannak néhányan. Van még ott kávé. Valaki a földön fekszik. Azt a kávét is még felveszem, max HP-n vagyunk, ott egy sledgehammer. Ja, még ketten állnak ott szemben, okay. Hey! Üdvözlé Gábor, mi a helyzet, hogy vagy? Túl középkorú vagyok ehhez a szarhoz, mondja a karakterünk Frank. És így már mehetünk is tovább. Nem kellett volna lefotózni ezt a millió zombit, ami itt volt bent? Most lehet, hogy elrontottam. Max HP-n vagyunk, úgyhogy mehetünk tovább. Most, hogy már nem járok oda, ők is kevésbé járnak össze, úgy döntöttem rászorom magam, hogy átnézek mindent, ami megmaradt. Ja, értelek, persze. Akár én is mondhattam volna, köszi.
Most lefotóztam? Várj. Mégsem fotóztam annyira, mint szerettem volna. Oda majd biztos mennem kell. Látjuk a katonákat, de senkit nem érdekel, hogy én itt közben ilyeneket művelek. Na ez micsoda? Meg akarnám nyomni ezt a gépet, de nem engedi valahogy a játék. Lehet, hogy... Nem vágom. Várjál. Analizáljuk. Lehet, hogy... Ja, hogy ott vannak... Aha, értem. Az új lenyomatok. És most fogjuk kiengedni a katonákra a zombikat. Az igen. Persze csak így juthatok én is tovább. Érdekes, hogy a lenti ketrec ajtaja összekötetésben volt itt a fenti ajtóval. Használjunk shiftet a sprinthez, oké. Okay. És merre megyek? Erre megyek. A csajszi itt hagyott minket. De egy szemétláda. A fene vigyel, én is azt mondom. És már lőnek is ránk. Minden csajszi itt hagy. A szomorú élet, ugye? Aha. Az igen, a Pentagon úgy nyomta ki ezt a sztorit a médiába, mint hogyha mi rajta ütöttünk volna ezen a kiképző központon. Egy országos köröző parancsot adtak ki ránk. Ez elég durva. Próbálták eltussolni itt az ügyet, próbálták utána is titokban tartani. Nincs el, akkor nincs ki itt hagyjon. Milyen igaz? Mennyire tudja, hogy hogy működnek ezek a dolgok? Reméljük Lilla már alszik. Mielőtt sértésnek venni. Most itt csak kanok vannak, úgy látom, úgyhogy... De mindjárt végzünk, srácok. Most le fogjuk állítani a streamet, 0 óra 10 perc van. Holnap pedig én dolgozom reggel. Most két nap kemény tesztelés következik az új chatroboton, amit fejlesztettem így az elmúlt hónapokban. A végső teszteket nyomom holnap, és hétfőn befejeződik a projekt. Mi történt itt? Karácsonyi vásár, mindenki meg volt őrülve, szétszedtek egy mackót, és kiszabadult a mackó testéből a vírus. Ez kicsit olyan, mint a Divisionben ugye annak idején, amikor a papír pénzre nyomták rá a zöld vírus talán? Kolbász party van a chaten, hát erről beszélek. Hogy lehetek ilyen álmos egyébként? Mindjárt alszom. 4 hónappal később. Most ezek szerint 4 hónappal ezelőtt kiszabadult megint a vírus. Ezt még meg fogjuk azért nézni. Frank West? Frank Nyugat? Am I under arrest? Letartóztatnak? Hát lehetséges. Az igen felé hajlik. Attól függ. Mitől? Hogy mennyire jól dolgozol együtt másokkal. Az nem volt sosem egy erős oldalam. Mondja neki, Frank! Kicsit nem sikerül kinyitni ezt az ablakot, lol. Kicsit zsúfoltság van ide bennem. Kéne egy kis friss levegő, lol. Hát gondolom, ki akart ugrani az ablakon a csávó. Azt gondoltam, hogy ez működne. Na hát úgy tűnik, hogy van egy kis szabadidőm. Mit akarsz? Várjál, tudom, hogy ki vagy. Te vagy Brad Park kolonel. A ZDC-nek a vezetője, parancsnoka. Az a ZDC-nek a feladata, hogy az USA területén fellépjen a zombik ellen. Megint van egy kitörés. Ugyanaz történik, mint annak idén Willamette-ben. Nem láttam semmit a hírekben. 6 hete történik már. Ez egy hosszú idő arra, hogy elhallgattassanak egy egész várost. És benne van a Pentagon kezében. Na mit láttál ott?
Tudod, hogy mit láttam? Senki nem tudja, Frank. Én csak azért tudtam meg, mert valaki elbaszta, úgyhogy átdobták nekem a jelentést. Volt valami training center. Még nem láttam senkit, akit ott állomást adtak volna. 4 hónapja nem készült műhold felvétel a helyről. Próbálják tényleg eltakarni, szőnyeg alá söpörni ezt az ügyet. Aha. Ki van akadva, hogy miért tanítjuk itt az éjjeli éjszakai suliban a tanulókat, ahelyett, hogy 2 lépéssel már előtte járnánk. Tudod, hogy hány kitörésnek voltam a része? Mit kaptam ezért? Semmit. Sem köszönetet, sem virágokat, csak egy kontakt füzetet tele halott emberekkel. Te fetted fel az első kitörést, ami Amerikában történt, lefotóztad azt az egészet. 3 héttel később próbáltam felfedni a Pentagonnak a kezét ebben, és utána az egész kormány ellenem fordult, valami ilyesmit mondtak. Elmegyünk vele Willamette-be, a valóság elé tárjuk ezt az egész fasságot. Több forog itt kockán, mint az egész városnak az élete. Nem. Kiszállok. Akárki is teszi ezt meg, rohadt sokat kaszál rajta. I'm surprised that you let an amateur rip this up from under you. What the hell are you talking about? Meg van lepődve, hogy egy amatőrnek... Mi? Hogy... Mi? What? Valamelyik... rossz képet mutatott, baszdmeg. Saját magáról egy vesztelen fotót, Istenem! Jaj! Az nem cica volt, Muki, az egy vesztelen fotó volt a csávóról, oké. Okay. A lényeg, hogy valami diákunk van a helyszínen. Ő ment oda, gondolom, tudósítani. Ja, azért vannak benne ilyen poénok. Ez mi volt? Erre nem számítottam itt a nagy komolykodás közepette. Közeledünk Willamette felé. De akkor várj, előzőleg is itt játszódott ezen a helyszínen a dolog? A vészinket be kellene kapcsolnom, ahogy látom, mert néha vannak szétesések horizontális irányban. De nem mondod, hogy lelőnek minket. Persze, hogy dehogy nem. Küldjetek ki oda egy egységet. Fogjátok el őket, vagy gyilkoljátok le őket. Ez az első rész helyszín. Na akkor azért? Wow. Mikor jött ki az első rész, Ozzy? Már biztos, hogy nagyon régen volt. Na, mi történik? Fekete képernyő, gyanús muzsika. Au, cutscene. Frank, tér már magadhoz, hát jönnek a zombik. Ébresztő! Az első rész azt hiszem csak a plázában játszódott. Hoppá! Miért mondod azt, hogy ébresztő folyton? Valaki tönkretette a helikoptereden. Oké. Mi egy basszus gitár? Tartsuk vissza őket. Azt mondja, hogy vegyünk el egy fegyvert onnan. Jó. Egy-két hást azért csak kiosztanánk. Várj, ez nem egy ilyen dobókés? Nem. Jaj, de már mit izé baszogatják a csávót állandóan? Frank,
Ott van a macséta már, nagyon királyság. Nice. Ez tetszik. És meg sem sebződtünk. Mindenki is megcsicskult. Nagyon jó. Hát akkor srácok. Mi egy széket is felvett? A székkel is össze tudod csicskíteni? Akkor most a székkel megyünk. Illetve megyünk majd tovább minden holnap. Szerintem az lesz, hogy hazasietek a melóból. És ezzel a játékkal fogunk játszani egész este. Hogyha nincs ellenetekre esetleg. Vegyünk fel rengeteg narancs juice-t. Közben szintet is léptem, de durván. Mit hallok? Mik vannak még itt? Rengeteg kaja. Hát ezen a helyen akkor... Pingvin maszk. Vedd fel. Ne! A fejedre. Aj. Na jó. Hol lehet szintet lépni? F3? F2? F1? F6? Big fucking nope. Ez a map, ez a case files. Ez a skillek. Na itt van. Szeretnék HP regenerációt. Így van. Még egy skill pontot szereztem? HP növelése 50 ponttal, totál stamina. Azt mondja, hogy... Dodge movement speed. Nem, survivalben mi van? Ez sem lenne hülyeség, hogyha mindenhol kiraknánk legalább a kezdő skilleket. A blunt weaponokkal a critical chance nek az esély növelése. Maradjunk úgy, szerintem, hogy mindenből kivesszük az elsőt, jó? El is vagytak a pontjaink. A bajos, hogy csomag 6 euró most a collection. Nekem már megvan, sokkal olcsóbban vettem, valami 2 euróért. Megvan az összes. PS4-re. Na! Ez tetszett. Ez nagy királyság volt, srácok. Megvettem PS4-re valami nagyon durva leárazása alkalmával. Ending screen. Köszönöm, Mókibot, nagyon-nagyon cuki robot vagy, imádlak.